1980. október 1-jéig jöttem itt dolgozni. Mindjárt egy ilyen kicsi meglepetés is érte az embert, ugye összehívott az akkori főigazgató, Losonc Mihály főigazgató bennünket, minden kezdő orvos kollégánt, és az ember azt látta, hogy itt mindenki mindenkit ismer, csak én áldogáltam ott egymagamba, és akkor Kertész Gábor, akivel később nagyon jó baráti viszonyba kerültünk, úgy még oda jött hozzám, és megkérdezte, hogy te hol végeztél? És hát mondtam, én a Semmelweisen végeztem Budapesten, és akkor Gábor azt mondta nekem, ja, hát mi mind szegediek vagyunk, tehát ezért ismerték mindnyájan egymást. Ugye egy nagyon jó közösség alakult ki. Ugye mi még annak idején az Izsáki úton kezdtük a munkánkat, és azért az Izsáki úti kórház akkor az egy lényegesen kisebb kórház volt, és ott gyakorlatilag egy-két hónap alatt mindenki mindenkit megismert, és egy ilyen nagyon családi kötelék alakult ki az ott dolgozók között, és aztán szeptember 13-án költöztünk a Nyíri úti új kórházba, és ez egy gyönyörű új kórház volt, és szinte úgy voltunk vele, hogy a padozatra is alig mertünk rálépni, mert annyira szép volt minden. És még emlékszem arra az időszakra, amikor a látogatók, azok nem jöhettek be a saját cipőjükbe, hanem kaptak egy nemes papucsot, és ezt kellett fölhúzni, hogy nehogy megsérüljön a padozat. Ez tartott egy rövid ideig, mert aztán eltűntek ezek a papucsok, és akkor egyszer még pótolták, aztán utána már mindenki a saját cipőjébe jött be. Nem teljes körű költözés volt, hanem néhány osztály még az Izsáki úton maradt, mert ugye ebbe az épületbe nem fértünk el akkor mindnyájan, de miután lényegesen bővült a Kecskeméti megyei kórház, nyilvánvalóan új osztályok is jöttek létre, új részlegek is alakultak, és azt kell mondjam, hogy az elmúlt 10-15 év vagy 20 év ez az építkezéssel telt el, és most nyugodtan lehet azt mondani, hogy egy olyan szakembergárdát sikerült itt a Kecskeméti megyei kórházban összekovácsolni, amelyik országos színvonalat képviselt, és egy országos elismertséget is kivívott saját magának és a Kecskeméti megyei kórháznak is. Saját időszakom van, ugye a Pólus program volt az, amelyik egy igen kemény ütközet volt. Végül is sikerült elérnünk azt, hogy a Kecskeméti megyei kórház tudta megnyerni ezt a projektet, és meg tudtuk építeni ezt az épületet. Nagyon nagy segítség volt számunkra annak idején, ugye akkor még a megyei önkormányzathoz tartozott a kórház, a megyei önkormányzat kórháza volt az akkori vezetésnek, és azoknak az országgyűlési képviselőknek, akik a térségben voltak országgyűlési képviselők, összefogtak és segítettek, és a segítségnek meg lett az eredménye. A távolabbi terv az, hogy a Pólus 2 is megvalósuljon, hisz elődeink nagyon bölcsen gondolkodtak annak idején. Ugye itt volt ennek a kórháznak a telephelye, de úgy jelölték ki a kórház területét, ha fejlődni akar, akkor legyen egy tartalékterület is. És most ezt a tartalékterületet tudjuk arra használni, hogy új épületek emelkedjenek, és a Pólus 2-nek is ez a lényege, hogy a pszichiátriának és a reumatológiának legyen egy új épülete, és akkor végre elérjük azt a célt, amit mindig szerettünk volna, hogy a megyei kórház egy telephelyen tud működni.